Na jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Várjál, megnyomtam pedig. Esküszöm. Figyelj. Nem baj az? Majd most. Azt nézd meg, most jó. Előtűnő. Jó reggelt mindenkinek. Szevasztok. Boldog keddet, szerdát. Szerda van ma, igen. Túl gyorsan mondtam. Na, de az a lényeg, hogy szerda. Szerda, igen. Boldog szerdát mindenkinek. Fantasztikus kora reggel van. Hűs, esős idő. Tegnap rengeteg jelentettek, itt is borzasztó ez időjárás. Amúgy igen. Nyálkás, hideg, és ettől hideg, hogy nyálkás. Gyakorlatilag 24 óra ilyen az idő legalább. Igen. Talán délutánra már nem lesz eső. Lehet. Azt mondták, de hát... Kicsit nekem. Ilyen Death Stranding-es hangulat van. Igen, én is folyamatosan forgalódok, hogy mikor fogod... Nekem megy a főcím, tudom, miközben sétálok az utcán. Igen, már az megy. Igen. Na, persze, rögtön. Az úgy durva, igen. Én is várom már, hogy hol bukkan fel valahol Norman Reedus, hogy megkérdezze, hogy akarok-e 250 dollárért autogramot tőle. Hát igen. És 400-ért fényképet, és mögötte ott van a kis teherautó a kukás zsáknyi KP-val. De nem bukkan fel, mert nem a Death Stranding-ben vagyunk, nem az a baj. Úgyhogy, na, de a hangulat az nagyon hasonló. Igen. Na, srácok, igazából ma reggelnek a nagy része ugye az új iPhone sztorikról szólt, sok oldal megosztotta, tegnap ugye volt a podcast, amiről ugye bot formájában nem került fel tartalom, azért, mert ugye próbálkoztunk mi már ezzel, de nem lehet feltenni sajnos YouTube-ra, hiába ugye kommentár van alatta, egyszerűen nem működik, de ezt más is így csinálja, szóval arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy a YouTube-on csináltuk volna, akkor ott lecsapja-e közben. Hát ez egy jó kérdés, igen. Nem tudom. Az az érdekes, hogy ugye most jelen esetben minket a monetizáció pont nem érdekel, de hogy legalább úgy engedné, értitek, hogy nincs monetizáció. Jó, oké, nincs. De nem. Hát igen, de az legalább... Apple úgy döntött, hogy le van tiltva az egész világon a videó, igen. Hogyha feltöltjük, úgyhogy nem tudjátok megnézni. Igen. De ugye összességében erről volt szó itt tegnap ugye a podcastben, aki nem tartott akkor velünk, az talán Twitch-en valamennyit vissza tud nézni belőle, de szerintem ott is van belőle, vagy ott működik, akkor esetleg Twitch-en vissza lehet nézni. De gondolom ez is olyan, hogy pont beszéltük a tegnap a podcast után, hogy amúgy alapvetően tehát hogy azért nem nagy réteg nézi ezeket az eventeket, mert most érted, most nem mindenkinek jelent annyit egy telefon, mármint maga a telefonja, hogy most ilyen eventeket nézzek. Hát az official streamet sokan néz. Hát azt nagyon sokan néz. Worldwide, igen. De most érted, mi a sok? Tehát most ez is olyan, hogy ha azt veszük, hogy ki az, akinek nap mint nap mondjuk óránként van kapcsolata a telefonjával, versus hányan nézik az eseményt. Jó, most igen. Értitek, igen, ez egy ilyen cucc. De gondolom, hogy aki akarta, az megnézte. Igazából a kisebbik HomePod mellett ugye a négy új iPhone-t mutatták meg. Így van. Nagyon nagy meglepetések igazából nem voltak, így az eventen a legtöbb dolog tudva levő volt, szóval fel lehetett készülni előre rá, hogy ki, hogy. Annyit tudunk, hogy az első körös előrendelés az most pénteken lesz, a második körös meg november 6. Így van. És az itt Magyarországon is, tehát ugyanaz a dátum. Így van. Ami amúgy tök jó, ez igen. Ez nagyon király. Hogy nincs már, nincs már ez az első meg második körös szarság. Igaz, hogy gondolom a logisztikát rendbe hozta az Apple, vagy fogalmas is lehet. Legalábbis ez a részén a világnak, igen. Vagy ugye mások ugye azt mondják, hogy nem veszik már annyian az iPhone-t. Igen, hát nem veszik. Nem. Igen. Nem veszik. Valószínűleg ezért lehet. De mindegy, most már nincs külön dátum, úgyhogy pörögnek a telefonok rendesen, ja. Igen. Na most ugye ezzel együtt megindult ugye a hét hullám is, ami ilyenkor muszáj. Tehát szinte elkerülhetetlen. Láttam egy ilyen áttekintést az iPhone 4-től kezdve. Minden reakció, mémkép és tipikus mém szöveggel együtt mindegyik iPhone-ra. Tök durva egyébként, mert ugye a 4 óta megy a köpködés, mint az állat. Hát igen, körülbelül ott. Azóta is mindegyik telefont azzal köpködték, amivel következő évben kijött minden más telefon. Tudod, a hosszabb kijelzőből, tudod, hogy nagyon hosszú. Tudod, mi a durva? Emlékszem mikor, az iPhone 5, mikor megjött, és ugye egyikon sorral több lett, akkor ugye a sok harcos fasz elkezdte nyomatni, hogy milyen hosszúak lesznek a telefonok, és lásd, család 2020-ban, és a Sony-nak is, meg még egy pár gyártónak is 21.9-es telefonja van. Hát meg mondjuk a Fold 2-ről ne is beszéljünk, az elejéről. Az nem számít, az lehet hosszú. Nem ez a lényeg. Szóval általában ez egy ilyen körszakot lenni. Talán azt hiszem, hogy Superself és néhányan osztották meg jobban egyébként, hogy az a réteg, akit a legjobban felbosszan, most így fogalmazok, hogy bizonyos dolgok nincsenek az iPhone-ban, ők azok, akik alapvetően se vettek volna. Vagy még soha nem is volt nekik. Tehát, hogy így ne erre reagáljatok. Igazából én azt gondolom, hogy az egész eventtel kapcsolatban
Szerintem nagyon sok befolyásoló tényező van. Láttam például olyan elolvajost, aki a tőzsdét nézte, miközben nézte az eventet. Úgy lement tehát, az ilyen igen, a részvény, mint a srácok, nem ez alapján kell dönteni, hanem megnéztek egy eventet, vagy megnéztek egy specifikáció listát, az tetszik, vagy nem. Hát most, ha valaki a tőzsde alapján dönti, hogy jó a telefon, vagy sem, az mit kap? Hát, gyakorlatilag az összes Apple event után lehet. Ha a tőzsdén rossz, akkor nem tűz. De nem, az, szinte az összes Apple event olyan volt, hogy csökkent a részvény árfolyama eddig. Igen. Tehát mostanában legalábbis biztos. Úgyhogy azért mondom, hogy ez alapján kicsit nehéz eldönteni. Én azt gondolom, hogy az alapján kell dönteni, hogy tetszik-e a telefon, vagy sem. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Én nem tudom, hogy miért kell használatosítás ahhoz, hogy hogy kell kiválasztani egy telefon. Szerintem nem kell. Szerintem, hogyha valaki ránézi telóra, vagy megnézi a specifikációt, el tudja dönteni, hogy kell-e neki, vagy nem. Persze. És abban is egészen biztos vagyok, hogy nem szoktak például se androidos telefont, se iPhone-t úgy vásárolni, hogy közben miközben fizeten így mondod, hogy a másik mennyire szar. Érted? Én szoktam így vásárolni egyébként, ezért tértünk át ugye online vásárlásra, a helyszíni vásárlásra, mert én, főleg ezeket az okos sarkokat bírom az ilyen telekomokban, meg ilyenek, ott nagyon menő srácok vannak egyébként. Na de mindegy, ez egy ilyen kör, én azt gondolom, mindenki el tudja dönteni, még egyszer mondom, hogy az árérték aránya számára megfelele, vagy sem. Ja, eldönti mindenki magának. Igen, az tény. Kicsit furán éreztem magam, olvastam, sokan írták, hogy túlárazott. Én ezt nem tudom hova tenni. Nézd, hogyha valami túlárazott, akkor nem veszik meg annak nagyon sokan. Az okostelefonok alapvetően túlárazottak egyébként, ahhoz képest, hogy milyenek voltak. Ebben vissza, ha visszaemlékszel, akkor történt egy óriási árugrás ugye a prémium szegmensbe, ami, hát mondhatni oktalan volt, mármint abból a szempontból, hogy nem kaptunk óriási feature bumpot a nagy árugrásra. Tudod, amikor a prémium telók egyszer csak elkezdtek. Tehát tudod, amikor a normál ilyen 175-200 forint volt ugye egy prémium telefon, és egyszer csak így 300 fölé nyúlt. Érted? És azt is elfogadták az emberek. Mert ez már vagy... tehát nem is tudom, 4 éve volt talán. Simán tovább mentek, és ugye nagyon sok androidos gyártó túlment a 700 000 forinton, meg van, aki az 1 millió forinton túlment. Úgy elfogadták az emberek, úgyis megveszik, le van tojva, ez van. Úgyhogy ezzel nincs mit kezdeni. Annyit tudunk mondani, hogy gyakorlatilag árváltozás csak a 12 esetében történt. Ugye a 11-hez képest a $100 drágább. De feature-ben is több. Igen, de viszont feature-ben sokkal több. Sokkal több. Úgyhogy itt történt csak árváltozás. Ugye a mini új termék, a Pro-knál meg nem történt árváltozás. Na most ezt nagyon fontos megjegyezni, mert láttam, hogy nagyon sok helyen félreértés van. Tehát nem értitek, hogy Amerikában, tehát amikor a dollár árat meghatározza az Apple, az ott sem annyi. Tehát ezt nem tudom, hogy tudják-e az emberek. Mert... hát ez egy nagyon sok félreértés. Igen, tehát hogy az biztos. Mert ezt nem tudom, pedig ez már mióta a világ így van. És mi is beszéltünk már róla többször, hogy gyakorlatilag, tehát Amerikában, nem az Apple csinálja, Amerikában a boltban mindennek az ára nettó. Így van. A narancslé is. Billy? Minden nettó. Tehát bemész a boltba, és a sört, a narancslevet, a sonkát, meg az iPhone-t is nettóba látod, és a kasszánál rákúrják az áfát. Pontosan. Így működik. Pontosan. Azért, mivel hogy államokon belül változik, vagy államonként változik az áfa mértéke, ezért nem releváns információ kirakni mondjuk a kaliforniai áfával az iPhone-t. Ezért minden ár, amit így meghatároznak, az nettó. Tehát kint is nettó. Mm. Tehát, hogyha $1000 az iPhone 12 Pro, és bemész egy boltba Amerikába, nem $1000-ba kerül. Oké? Okay? Ott is van áfa, ott is rámegy. Emiatt van az gyakorlatilag, hogy eleve nem jó dolog ugye egyenesen váltani úgymond azt az árat, mert ugye az áfa eleve nincs rajta. Ami igen, ugye, igen. Hát azért elég hefti itt Európában, jó sok országban. Úgyhogy emiatt van az, hogy hiába nem változtatott az Apple az árakon, az euróárfolyam, az importköltség és az áfa miatt más az ára gyakorlatilag. Így van. Az az igazság, hogy most nagyon gyenge a forint, úgyhogy ez meglépte az Apple, drágább lett itthon, de amúgy globálisan nem lett drágább a teló. Nem. Tehát úgy ugyanannyi. Úgyhogy ez így működik. És ez más termékekre is így igaz. Minden termékre, aminek dollárban van az ára, ez igaz. Ezt az RTX-es videónk alatt is a komment szekcióban már levezettem egy srácnak, mert az is ott elkezdett bunkózni. Srácok, igen. A minden terméknek az ára, ami megvan hatázva a dollárban, az nettó. Tehát a 39... Most úgy nézünk autós műsorot, hogy nem tudjuk, mi az a benzin. Tehát így ez igen, tehát ez annyira... Én ezzel annyira szoktam röhögni. Mondjátok, hogy $1500. Nem.
Nem annyiba kerül az a kurva kártya. De ott sem annyiba kerül. Nem, Amerikában se 1500. De mindig, megmondom őszintén, hogy ez alatt a sok év alatt én azt hittem, hogy ez világos. Az a baj, én rájöttem, mi a baj. Az a baj, hogy minden egyes magyar sajtó is így hozza le. 1500 dollárba kerül ez a kártya. De azért, mert erre kattintanak az emberek, mert oda megy, és ráveri a péniszét, és kúr egyet otthon a igen, saját telefonjával, igen, hogy az milyen olcsó, hogy köpköri, hogy drága, de most nem arra van szó, hogy drága vagy nem drága, ez téves információ, de én azt hittem, hogy ezt mindenki tudja. Hogy ez így működik. Nem, hogy ez nettó ár. Milyen relevanciája lenne, gondoljatok bele, hogy egy adott ország adott államára specifikálnának egy árat, érted? Úgy, hogy az áfa a világ összes országában más. Más. Hát hogy lenne így? Igen, igen. Na mindegy. De remélem, hogy most már akkor világos, srácok, hogy azok nettó árak, emiatt van az, hogy például nagyon sok kommentelő volt, aki Indiából vagy Angliából kommentelt, hogy kurva drága a telefon. Hát igen. Főleg ugye az árfolyam miatt, igen, meg minden. Igen. Azt hiszem, hogy talán egy indiai srác kommentelte be, hogy az 1100 dolláros nettó áru iPhone, aha, az 1650 dollárnyi ottani, igen, költségbe kerül, igen, mire oda kerül. Wow! Bizony, szóval bizony, vannak bizony ilyen helyek is a világon, tehát nem itthon a legrosszabb egyébként. De ezt meg kell értsétek, hogy ott sem annyi. Sőt, persze, azért, hogy belegondoltak, most mit tudom, én nem is tudom, Kaliforniában például mennyi, ez a 9% az áfa? Ott körül van. 8-9%. Ha belegondoltak, azért 1100 dollárnál az se kevés. Hát nem, de én azért mondjuk kellemesebb, az tény. Kellemesebb nyilván, de ott azt hiszem 8-9%, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. De azokról az emberekről, akik mondjuk hallottak, hogy kimenek Amerikába megvenni az iPhone, mert ott jobb áron van, hát igen, az áfa kevesebb az áfa. Okán, illetőleg ugye annak az okán, hogy ugye dollárba veszed meg, és nem kell átszenvedje ugye ezt a itthon Európába eurósítják, és az hát eurót igen, utána forintosítják cuccost. Mondjuk az sem te mindig túl jó, amikor a bank váltja át neked a... Nem. A cuccot, de igen. Tehát alapvetően igen, úgy olcsóbb kint megvenni. Igen. Igen, igen. Illetve hát igen, prefektor, arra nem beszélek, hogy természetesen vámot kellene ráfizetni, és akkor lenne ez így teljesen legális, de hát... Nem kell vámot fizetni. Behozz, én... kész. Én használom, ennyi. Én nem vettem Amerikába. Nem, én eleve így jöttem ki. Igen. Amikor kimentem, meg nem lehetett kapni, de akkor is. Na mindegy. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, de ez tényleg nagyon fontos, hogy tudjátok, legalább így terjesszük az igét, és ti is osszátok majd ezeket a gondolatokat, mert ez így van. Igen. És most nem az iPhone-ról beszélek, hanem mindenről, aminek azt látjátok, hogy valamennyi dollárba kerül, az egy nettó ár. Igen. Ez nagyon fontos. Így van, ez tényleg igen, fontos, igen, hogy ezek irányadóak igazából, ezek az árak. Különösen inkább, tehát inkább arra jó használni ezeket az árkülönbségeket, hogy nagyjából felvázolják nektek, hogy arányaiban milyen különbségek vannak ugye a teló és teló között. Igen, mert igen, a különbség árban viszont az árkülönbség aránya az ugyanannyi. Így van. Úgyhogy, ja. De alapvetően ugye nem történt drágulás tavaly óta a Pro szegmensben, csak egyetlen egy modell esetében lett ugye 100 dollárnyi nettóval több, de ugye cserébe ugye a kijelzőt teljesen megváltoztatták, ami ugye eddig egy olyan feature volt, amiben kevesebb volt, mint pontosan, a Pro. Pontosan. Igen. Mi összefoglaltuk egyébként tegnap a műsor végén nagyjából azzal, hogy amit egyébként azóta megnéztem reggel a külföldi videókat, abban is hasonlóképpen látták, mint mi, hogy valójában ugye a belépő szegmensben történtek nagyon nagy változások. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy az idei évi iPhone-oknak, tehát a következő évi iPhone-oknak a legnagyobb hírója az a 12 mini és a 12 lesz. Ez egyértelmű. Én megmondom őszintén, hogy egy normál átlag felhasználónak, aki szereti a telefonját, de nem ilyen iszonyat durván maximalista, szerintem egy 12 olyan bőségesen elég lesz, hogy olyan félelmetes, nagyon, mert alig-alig van különbség a Pro és E között konzumer szinten, uh-huh, és ez szerintem így van jól. Szerintem is. Ez most nagyon jól csinált az Apple. Ezt a részét igen. Tehát szerintem az iPhone 12 mini és a 12 nagyon jól jár az ember. Igen. Tehát igazság szerint szinte mindenben ugyanaz, kívül igen, a kamerában. Igen, a kamerában vannak apró különbségek is az anyaghasználatban, de mondom, én nagyon meglepődtem, hogy megkapta azt is az 5G-t, megkapta végre ugye az OLED kijelzőt a nagy felbontással, az új processzort, ugye kamerában is fejlődött, stb. Szerintem... Teljesen jó. Szerintem most ez egy nagyon jó deal lesz. Nyilván azoknak, akik eddig is ebben a szegmensben vásároltak. Most nyilván nagyon nehéz meggyőzni valakit, aki mit tudom, mondjuk, tehát, aki egy ilyen 100-120 fontos átlagáru telefonokat vásárol, most nyilván azokat... jó, hát persze. Az nem fog most 12-t venni, mert az annyira jó, érted? Nem. Csak aki ilyesmin beszélget. Ugye, ami meg nagyon király, hogy bár igaz, hogy nem nagy az árkülönbség köztük, de a mini az meg azért nagyon király, meg azért egy ilyen fanservice, uh-huh, igazából, mert nagyon sokan
már gyakorlatilag szerintem nem az, hogy lassan egy évtizede, mert azért ennyire régen nem volt még, de már nagyon régóta vágynak a kisebb méretre. Hogyne. És most nincsen úgymond kompromisszum, mert ugyanazt tudja a kisebbik iPhone, mint a nagyobbik. Aha. Ami szerintem nagyon jó, és ugye ott $100 átlagárkülönbség van. Aha. Hát igen, a 12 mini kerül most annyiban, mint amennyibe került régen a 11. Vagyis tavaly. Vagyis nem tavaly. Még ebben az évben hülye vagyok. Egy napja. Igen. Igen, igen. Hogy egész pontos legyek, egy napja. Igen. A 11, igen. Szóval most nem a pro modelleknél láttunk ugye nagyon nagy változást. Én azt mondtam, hogy mert ugye ez a kérdés sokszor felmerült, hogy 11 Pro vagy 11 Pro Maxról érdemes-e váltani. Szerintem nem feltétlenül. Nem. Előbb váltanék el egy 11-ről, egy 12-re. Szignifikáns különbség van. Nagyon nagy különbség van. Mondjuk a 720p-s LCD kijelzőről ugye a nagy felbontású, tehát a Super Retina OLED-re váltani, szerintem az egy sokkal komolyabb különbség, és a többi, mert ugye rengeteg sok mindenben van. Igen, mondjuk egy 10-ről már szívesen váltanék. Tehát az, ó, már, az biztos. Az biztos. Simán. De mondjuk még esküszöm, egy 10-es max is tök jó. Persze. Tehát még az is tök jó. Úgyhogy hát ez mindenki mérlegelje meg. Igaz, hogy szerint azért az egy nagy, hogy is mondjam, különbség ugye maga a dizájn. Igen. Tehát, hogyha az nagyon-nagyon tetszik, értelemszerű, hogy igen, akkor vált az ember. Ja, igen, a fake news-okat ne terjesszük, itt is van egy, igen, aki képtelen volt feldolgozni, tehát mondom a sztorit, tehát a telefon bal oldalán alul van egy ilyen téglalap alakú kis folt. Aha. Na most pont mondtam Balázsnak, tehát kétféle variáció létezik az interneten azoktól, akik nem látták az eventet, és nem tudják, mi az a telefon. Egy, hogy ez a SIM-kártya tálca. Nem, mert az a másik oldalon van. Kettő, hogy ez a Touch ID. Nem, mert az nincs a telefonban. Az 5G millimeter wave antenna, és valószínűleg az európai modelleken nem is lesz. Az nem lesz, aha, igen. És igen, képzeljétek, én nem onnan tudom, hogy beszéltem Tim Cook-kal, hanem oda van írva, bazd meg. Ennyi. Ennyire egyszerű, igen. GG. Na, mindegy is, úgyhogy... Ugyan nagyjából ez a helyzet. Igazából ennél többet nagyon nem lehet mondani róla. Nem. Én tényleg nem látok akkora ugrást tavalyi évhez képest. És én azt látom, hogy nem tudom, tehát a normális embereknek, akiknek nem erről szól az életük, szerintem az a 2-3 évenkénti váltás, hála annak ugye, hogy jól tartják magukat ezek a telefonok, az szerintem teljesen egészséges. Ja. Tehát amit mondasz, hogy mondjuk egy 10S Maxról egy 12 Pro Maxra váltani, az úgy már egy elég nagy lépés. És szerintem sokan lesznek. Mindenképp. Igen. Tehát ugye azért mondom, hogy igen, szerintem tehát jelenleg is egy 10S vagy egy 10S Max is az elég jól tartja magát. Hogyne. Egyetlen lassabb, mindenben meg tudja, amit kell. Tehát azt gondolom, hogy ez a 2-3 éves várakozási idő nem azt jelenti, hogy már a végén döcög a telefonod. De szerintem annál hamarabb nagyon sok értelme egy átlag felhasználók nincsen, ahogy váltson. Nincs. És egyébként az se rossz deal, hogy most ugye olcsóbb lett a 11. Az se rossz egyébként, szerintem. Most. Nem egy rossz deal, de mondjuk érted, ha most cserélnék telefont, baszafasz, szerintem inkább akkor inkább vennék egy kisebb telefont. Tehát a 12 minit. Lehet, igen. Nem tudom. Igen. Na mindegy is. Szóval ennyi. Ennyi van, oké? Okay? Így, ha véleményre így kíváncsiak vagytok. Ja, úgyhogy ez volt így tegnap este. Bizony. A milliméter wave frekvenciában lesz különbség. Hogy azt nem fogja itt Európában használni a telefon. Igen, mert elméletileg a milliméter wave technology az, megint elfelejtettem, USA, Korea... És valami Japán? És Japán. Nem? Japán. Aha, és igen, Japán igen. A milliméter wave, azt hiszem. Azt hiszem, igen. Azt tudom, hogy ettől függetlenül amúgy itt is kísérleteznek a minimális. Kísérleteznek vele, de ezek szerint most még nem fog ezzel indulni. De nem tették vele, igen. Ja. Hát majd a következő iPhone. Lehetséges az is, hogy azért nem rakták bele az összes modellbe, mert tudod, ilyen kísérleti fázis az is lehet, az Apple-nél is. És lehet, hogyha az lesz, hogy tudod, igazából semmi értelme, akkor a következőbe ki is hagyják. Igen. Mert amúgy mondták, hogy több mint 30 régióban teszteltek, szóval... Valószínűleg abban Európa is benne van. Benne. Tehát azért mondom, hogy szerintem majd szépen változik ez is. Igen. Ja, igen, még egy dolog, srácok, már erről láttunk ugye okfejtéseket, hogy ugye nagyon érdekes, hogy ugye USB-C csatlakozót nem kaptunk a telefonra, viszont visszajött a MagSafe. Uh-huh. Ez a hátratapadós mágnes cucc, ami ugye annak idején a MacBook-oknál ez a mágneses töltőnek volt a neve, de ugye a Apple Watch-nál láttuk. Hát az a 4-5 éves pletyka, ami felmerült, hogy lehet, hogy minden csatlakozót leszednek az iPhone-ról, lehet, hogy most történt egy lépés ebbe az irányba. Én megmondom őszintén, hogy nagyon örülnék neki, a USB-C, és lenne legalább a Pro. Uh-huh. Legalább a Pro.
Igen, igen. De én még arra is látok esélyt, hogy nem fog megtörténni soha az USB-C. Hanem lehet. Ez a MagSafe lesz az adatkapcsolat lehet, is. Lehet, lehet, lehet. Nem tudom. És ennyi. Nekem az is gyanús. Hát, amúgy ebben van valami. Mert mit úgy értem, hogy mint lépés. Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Nem tudom. Csak olyan érdekes, tudod, hogy a töltés most így erre viszik át. Arad átvitel az így is vezeték nélkül megy legtöbb esetben. Ezt akartam mondani, hogy amúgy... Ki a faszom dugja a telefonját gépre? Utoljára nem tudom hány éve dugtam be a telefonomat, a gépet, az iPhone-t a gépbe. Fogal, nem is emlékszem rá. Minden így airdroppon átdobok, az cső. Igen, annyit tudunk, hogy a vezeték nélküli töltés, fú, javítsatok ki a tévedek, 15 wattos, azt hiszem. Azt nem tudom, nem néztem. Tehát nem 5 watt, mint az alaptöltő, tehát hogy ilyen... Tehát ez ilyen fast charge-os. Igen, de az az átlag fast charge, tehát nem igen, ez a super igen, fast charge, hanem egy, a mostani standard az ez. Tehát, hogy... De amúgy nem, az de előző modelleket ilyen olyan Qi charger-re nem lehetett annyival tölteni? Szerintem lehetett én gyorsan, azért mondom. Dehogyis nem, dehogyis nem, csak hogy maga ez a MagSafe annyit tud, maximum. Ja, 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 tehát, értem. Hogy nem tudja azt, amit a kábeles 28 wattos, vagy ilyen bűnös kurva élet, de elvileg 15 wattos. 15 watt. Hát az nem olyan rossz egyébként. Igen. Balaszvirág, semmiben nem befolyásolja az, hogy te most kábellel töltöd a telót, vagy vezeték nélkül. Aha, itt van, és csak ott az aksira vonatkozóan. MagSafe wireless charging up to 15 watts, és Qi az up to 7.5. Aha. De Qi-ről akkor lassabban, vagy Qi-ről, na. Qi. Qi. Queen Qi. Én sose értettem, hogy a Qi miért Qi. Mert ez biztos ilyen kínai szó, és Qi-nek. De a Qi-t azt úgy kell írni, hogy Chi. Fogalmas, de tényleg így hívják pedig, én mindig Qi chargernek hívtam, mint egy hülye. Mint amikor valaki azt mondja, hogy Spar. De pedig így tényleg Qi. Mondja. Nem tudom, hogy miért. Én arra gondoltam, hogy biztos valami kínai karakter egyébként ott a... Aha, lehet. És így abból a... Nem, fogalmas is. Nem tudom. Vagy azért, mert hogy Qi, érted? Adja a Qi-t. Ja, hogy érted, ez a... Hát ez a craft. Az energia. Az energia. Igen, igen, igen. Igen. A Qi egy görög betű. Igen, azt... Jó, na mindegy, ebben nem menjünk be. Igen. Szóval, ja... meglátjuk, hogy tényleg ez a vezeték nélküli dolog lesz-e, hogy egyáltalán nem lesz rajta semmilyen port. Mondom, ezek a pletykák voltak már nagyon régen. Amikor elhagyták a jack csatlakozót, aha, akkor a következő évre már azt mondták, hogy tudja, hogy a Lightningot is elhagyják, igen, mert ez az irány. Igen, igen. Azt tudjuk, hogy nagyon régóta baszakodnak a vezeték nélküli töltőjükkel. Jaj, mármint a sajáttal. Azt tuti. Lehet, hogy ez lesz a... Tehát, hogyha megcsinálják, hogy az adatátvitel is működjön ugyanezzel a kábellel, akkor tényleg oktalan lesz. Egyébként lehet, nem tudom. Meglátjuk, kíváncsi leszek tényleg. Mármint ezt most csak azoknak mondom, akik reménykednek az USB-C-be, én mondom... Szerintem meg fogják lépni. Nem tudom, van egy olyan érzés, hogy lecseréli. Igen, de igazából belegondolsz, olyan nagyon sok értelme nincs egyébként. Hát... Mármint a kényelmi funkció kívül. Igen. Tehát, hogy így most az, hogy minden más is USB-C, de mi más miatt? Talán amiatt, hogy az átalakítókban mitől rá lehet dugni majd több fajta eszközt. Na de jó, hát Lightningben is léteznek ezek. Léteznek, ez igaz. Tehát nem tudom, hogy valami miatt vágynak nagyon erre az USB-C-re. Én is vágyok rá egyébként, de én mondom, én csak a kényelmi miatt persze vágyok rá. De amúgy más értelme sok nincs. Jó, talán az, hogy az USB-C töltőn keresztül ugye gyorsabban tölthető a telefon. Mint olyan. Hát, ja. Az mondjuk egy elég jó dolog. Igen. Nem, hát ezt ők is tudják, hogy a kiegészítők miatt nem... Hogy is mondjam, amikor emlékszem, hogy a hány pines csatlakozó 30. volt? A 30 pines csatlakozóra váltottak, hát ott gyakorlatilag pokol volt. Hát én emlékszem, pont boldog mindenki voltunk. Mindenki sikítozott, hogy most mi lesz? Pont dolgoztunk, amikor megjelent ugye a Lightning az iPhone 5-ön, ugye? És akkor úristen ment a pokol. Hát az gyakorlatilag ennyi volt. Akkor is volt, ugye mit tudom én, 400 000 androidos ember, aki teljesen fel volt háborodva, hogy a telefonon megváltozott a töltőcsatlakozó, amit a kurva életben nem fognak venni. Érted? Meg ott volt az a néhány ember, akik 3 nappal azelőtt vettek 400 000 forintért Bowerzerville kis Zeppelin dokkolót. És így... Igen. Mi a fasz? És így, hát igen, amúgy tudtam. De mindegy. Igen, az úgy, nagy úgy, ja, ez ilyen. Szomorú. Tehát voltak ebben reális problémák, most is biztos lennének egyébként. Ja, persze. De
nem tudom, az az igazság, hogy manapság már a dokkolók is vezetik nélkül. Vezetik, az is válja lesz. Amúgy szerintem igen. Sokkal kevésbé fájna ez. Ja, ja, ja. Mint olyan. Na mindegy, azt tudjuk, hogy a dobozban egy darab USB-C Lightning kábel lesz. Mindegyik igen. Telefonhoz. Én azt sajnálom, hogy ami leakelődött, ilyen, nem leakelődött, hát ilyen, na mindegy, pletyka volt, hogy jön ez a Brady Lightning kábel. Ebből nincs információ. Erről nincs információ, hogy nem lesz benne. Jó, hogy lehet, hogy az lesz benne. A próba szerintem az lesz. Na mondjuk az kurva menő lenne. Szerintem az lesz. Az tényleg nagyon menő lenne, hogyha ilyen szövött lenne a kábel. Az biztos, hogy a vízállóság jobb lenne, hogyha nem lenne egyáltalán csatlakozó rajta. Az is biztos. Tehát ez is egy érv. Bedobod a cső. Egyébként milyen érdekes, hogy nem töltöttek időt ezzel, bazd meg, hogy ez az IP68-as tudsz, ez megvan. Az tényleg 6 méterig vízálló. Én nem emlékszek a konkurenciától ilyesmire. Nem tudom, most így fejből. A legtöbb ilyen flagship phone ilyen 2 méterig vízálló, nem? Nem tudom, most megmondom őszintén. Most ez valahogy az IP68, ez nekem így felsejlik így a Galaxy vagy a Note 20. Én úgy emlékszem, hogy 2 méterig vízálló a legtöbb ilyen konkurens telefon. Ilyen másfél-két méter. Na. Lehet. Mert úgy értem, hogy ez azért így, tehát hogy mondjam, mint szám a többihez képest, az elég sok, azt így egy szót mondtak róla, hogy improved dust and water resistance, az így ennyi. Igen. Na mindegy, úgyhogy ez még egy ilyen érdekesebb dolog, meg ez az újfajta üveg, ami nem üveg. Hanem egy kerámia bevonat. Egy shield. Hát egy kerámia bevonat rajta, igen. Igen, na mindegy is. Lényeg a lényeg, ez néhány ilyen dolog. Összintén szóval mondom, azt gondolom, hogy a mentalitása, hogy hozzáállnak az emberek, tehát ez megint csak egy olyan dolog egyébként, hogy ugye furcsa, hogy miket vált ki az emberekből egyébként alapvetően egy ilyen dolog. Tehát, hogy így van olyan szegmens egyébként a világon, ahol még ezt csinálják az emberek? Mármit? Biztos van. Mármit, hogy? Hát tudod, mondjuk mit tudom, én képzeld már azt el, hogy mondjuk nem tudom, én mondjuk reggel 7 órakor a Spárban sorban állsz, vagy a Tescóban sorban állsz a sóskifliért, érted? Igen. És akkor képzeld már, hogy úgy vennéd a sóskiflit, érted? Hogy így ott állna mondjuk ilyen 9 ember, és így röhögne rajtad, hogy miért a sósat veszed, mert a só nélkül is sokkal finomabb. Jó, hát nincs ilyen. Máshol amúgy nem nagyon van ilyen. Jó, hát ez... De nem? Tehát hogy milyen jó lenne ez... már? Hogy amikor tudod, így nyúlsz a baba samponért, érted? Mint az állat, így nyúlsz hozzá, és akkor ott állnak az Old Spice tusfürdősök, hogy ez micsoda, egy fasz, nézd meg, köcsög. Hittél a reklámnak, te fos. Tényleg nem tudom, ez miért alakult így ki. De amúgy erről a gyártók is tehetnek, hogy őszinte legyek. Miért? Komolyan. Hát ezekkel a kampányokkal, amit nyomadtak. Jaj, a kampányokkal. Amikor ott izé basztatta az iPhone vásárlókat, akik sorba álltak a telefon iPhone-ért. Na mindegy, nem tudom. Szerintem erről a gyártók is tehetnek, most viccen kívül, hogy ez ilyen. Passz. Én nem tudom, de fura nagyon a hozzáállás, hogy miért van az, hogy most érted, lehet kapni valamit, tehát így most attól azt mondják, lehet venni valamit, és akkor így jön egy kurva nagy gyerek, aki neki áll anyázni. Aki nem akar venni. De igen, na mindegy. Most eszembe jutott valami, hogy bennem sosem merül fel ilyen. Tehát, hogy most aki például OnePlus-t akar venni, vegyen azt? Igen. Kit zavar? Miért zavar engem? Nem értem. Tehát, hogy miért lesz nekem jobb attól, hogy kiröhögöm, hogy ő olyat vett? Jó, hát mikor megtudom, mennyi vette, akkor szoktam rögni, de most nem ez a lényeg. De most komolyan, tehát így nem tudom, nem mindegy, ki milyen telefont vesz, vagy használt. Igen, tehát hogy lehet, hogy gyakorlatilag, tehát, hogy is meglepően sok ember csinálja ezt. Na, nagyon. Hogy így. De főleg a neten. Tehát érted, hogy elérhetővé válik egy készülék, vagy valami a világon, érted, amit ő nem akar soha, de így oda megy. És így anyá, nem tudom, érdekes ja, ez. Ja, ja. Kocsinál van még ez? Ja, hogy röhögnek rajta. Ne is mondd, Gorduin, baszki, ez a túlárazott fos, nekem csak kedvenc mondatom, amúgy. Tényleg olyan, mint egy pisztolyt tartanák a tarkójához, de meg kell vegyed, baszd meg. De túlárazott fos. De most ennyire szavar, hogy nem tudja megvenni. Én nem tudom, hogy mit ér. De akkor meg minek foshozza le? De én azt nem értem, hogy amióta az androidos telefonok is ilyen, a csúcskészülékek ilyen 300-400-500 ezer forintok. Hogy lehet összehasonlítani? Nincsen benne az emberekben, Jani. Nincsen benne az emberekben ez, amit mondasz. Azért nincsen benne, mert amikor kijön az új iPhone, akkor a következő iPhone előtti napig ugyanannyiba kerül. Érted? Az S20 Ultra szerintem 350. Most. Nem tudom most mennyi amúgy, de lehet, igen. Ezzel annyi.
Ott körül. Annyi, mert érted, mert az el, tehát annyira nem megy az ára, hogy elképesztő, érted, mert nem lesz szupportálva, meg már kijött két újabb modell, meg mit tudom én. Hát az most pont van szupportálva, de igen. Igen, igen. Amúgy nem értem ezt a hozzáállást, őszintén. Igen, de az Xbox-nál meg a PlayStation-nél azért más, mert azok általában egyszerre jönnek. És ott jobban neki feszülnek egymásnak az emberek. Oké, azt értem, meg ott megy a hype. Hát ez még egész évben tart, ez a háború, Pisti. Uh-huh. Megvetted a OnePlus-t is. Amúgy szerintem, tehát márkákon belül is megy ez. Uh-huh. Tehát nem csak az iPhone-nal csinálják ezt, hanem mondjuk vannak a Huawei-esek, és akkor ők nyomatják a izét. Uh-huh. Megvetted a Samsung Fost. Uh-huh. Te kis pöcs. Minek költöttél annyit arra a telefonra, baszki? Uh-huh. Hát itt van az új operációs rendszer, a Harmony OS, ami megváltja a világot. Kelet-Európában státusszimbólum? Már nem. Erről beszéltünk már. Volt egy külön epizód a Happy Hour-ben a státusszimbólumokról. Az iPhone nem státusszimbólum már. De egyáltalán nem. De nagyon régen nem. Tehát egy picit sem. Hogy lehet mondjuk, tegyük fel egy új burzsúj körben, ami amúgy hülyeség, mert a burzsúj új gazdag, és az új burzsúj új gazdag. Hívjuk így akkor. Az új burzsúj körökben, érted? Amikor bent szagoljátok ugye a legfinomabb borokat a borozóban, mert van ilyen, hogy borozó beszarsz, a borozóban, meg a saját fingatokat, hogy annyira a felső középosztályhoz tartozok, hogy beszarás, érted? És neked státuszszimbólum egy olyan telefon, amit gyakorlatilag van, hogy már óvodából ballagós embereknek is megvesznek? Pontosan így van. Én nem, szerintem egyáltalán nem az. Én nem tudom, én nem tartanám státuszszimbólumnak bazzeg ezt a dolgot, szerintem ez egyáltalán nem az. Kíváncsi lennék, hogy mennyi egyébként az aktuális iPhone egy általános iskolában? Nem tudom, amúgy jó kérdés. Sok. Nem. Biztos. Sok. Jó, persze az a szülői bája, meg mit tudom én, de nem, tehát ez egy bozasztóan elterjedt egy valami. Azt kell lássatok, hogy nem, tehát mindenki arra gondol, hogy egybe kell kitokolják ezt a pénzt. A faszt! Csomó mindenki fogja magát az előfizetéséhez kihoz valamit, mert mit tudom én, az a havi 10 000 forint, az neki, hogy elmegy, és kész. Igen. Egyébként én úgy gondolom, hogy sok esetben az, hogy milyen telefont vesz az ember, az a családtól is függ. Főleg most, hogy már ilyen, ugye hát gyakorlatilag mindenkinek van okos telefonja, de tényleg. És az attól függ, hogy mit tudom én, a családban hány iPhone van, azért még átgondolja az ember, hogy most akkor az iMessage-et is tudunk egymástól küldeni, meg FaceTime hívás, meg stb. Ez is sokszor benne van. Egyáltalán nem a státusz miatt vesz valaki iPhone-t, vagy Androidos telefont, szerintem. Nem. Figyelj, itt van például, itt van bevőve, aki írja, hogy ismerős, 16 éves, és minden áron iPhone-t akar venni, mert tűz. Szerintem az iPhone nem tűz. Egyáltalán. Bár, hogyha ilyen szóval értünk, bocsánat. Egyáltalán nem az. De lehet, hogy már csak nekünk nem az. Amúgy sem az. Egyszerűen nem az. Az iPhone, de már nagyon régóta egyébként az Apple, az egy ilyen visszafogott, alapvetően ugye technológiai újításokban is inkább ez a kivárós, ilyen minden korosztálynak szóló, különösen egyébként az idős korosztály számára is egyszerűen kicsit használható. Ilyen nyugger. Amúgy az, ja. Amúgy. Full nyugger. Egyáltalán nem tűz. Mint a Merci. Hogy így van. Ja. Azt ja. Így mindig, jó, azt, mindenkinek jó, azt csá. Nem olyan, mint mit tudom én, az elmúlt 5-10 évben, mondjuk mit az Audi, vagy nem tudom most mit kellett volna mondjak. Ez igaz, Galnyikov, az igazság, hogy az, hogy tűze, a mikrokörnyezet határozza meg. Ez igaz. Tehát, hogyha mondjuk valakinek a suliba arra áll fel, mert álljon, akkor tűz. Akkor tűz, igen. Tehát ezt aláírom. De ettől függetlenül szerintem globálisan nem feltétlen tűz. Nem így látják. De pedig látjátok egyébként, hogy az új androidos telefonokhoz képest egyébként mennyire el van úgymond feature listben maradva. Hát ja. Mert el van maradva az iPhone. Mert egyáltalán nem ez a célközönség alapvetően. Hát nem. Hanem ugye ők ezeket, tehát Apple már évek óta olyan embereknek árul telefont, akiknek 8 éve már az Apple ökoszisztémából áll az élet. Az érted? Apple, és így most kijött az új, azt akkor megveszem, azt csá! Az Apple évek óta egy ilyen biztonsági játékot játszik. Abszolút. Ott vannak a felhasználói, akik mindent megvettek otthonra, amik szinergiában működnek, hogy a redőnyt is Siri-vel húzza le, meg a mit tudom én, jött új HomePod, jött új iPhone, jó van, kell, azt csá, jó napot kívánok, jövőre mi lesz. Ennyi. Ezt nem gondolják amúgy túl. Aki mondjuk azt mondja, hogy az innováció így elkopott az Apple-ből, mond valamit amúgy. Igen, de hogyha belegondolsz, ez már tényleg egy ilyen romantika.
Hát ez, igen, ez az innováció. Most miért az 5 miben innovált olyan nagyon a 4-hez képest, hogy így menjünk vissza? Egy sorát, mikor ez az új iPhone, akkor is ugyanez volt a Duma, bazd meg. Igen, igen, régóta ez de na jó, de hogyha azt hasonlítod össze a mostanival, az elég sok minden történt. Tehát, érted, most évről évre valóban nem történik olyan óriási innováció, ezt aláírom. Uh-huh. De most érted, mégis olyan, mint hogyha arról beszélnénk, hogy beszek évekkel ezelőtt, akkor is ugyanannyian utálták az Apple-t, mint a szart, mert nem volt Android, vagy mit tudom én, miért nem. Na mindegy, nem ez a lényeg. Kialakult egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen valami a piacon, ami ugye szült egy csomó vásárlót, uh-huh, nagyon megszeretette a terméket a világgal, érted? Gyakorlatilag ugye, mivel úgy nevezik, hogy a legnépszerűbb okostelefon a világon, ez azért van, mert ugye az androidos szegmens szétfragmentálódik ugye gyártókra. Igen. És lett belőle egy ilyen borzasztó népszerű valami, és szült egy rakás hülyét. Szült egy rakás agyhalottat, egy óriási halmaz agyhalottat, akik két részből állnak. Uh-huh. Az egyik részük az, hogy valami felsőbbrendű, párában járkáló embernek képzelik magukat, attól, hogy iPhone-juk van. A másik annak hülye, meg az, aki tényleg képes elhinni, hogy azért veszik meg 100 millióan ilyen drágán ezt a telefont, mert szar. Tehát ez, ja, a két, hát ez igen, a két idióta réteg létezik. Pontosan. Érte? És ez szülte gyakorlatilag, de a végeredménye az lett, hogy csak sikerült egy ilyen végtelen népszerű terméket generálni ebből az egészből. Mm. Valamit jól csináltak, ennyi. Én mondom még egyszer, bazd, gyerekesnek tartom ezt az egész balhét, ami az okostelefonok körül van. Egyébként... Aki állandóan ugye, tehát nekem volt olyan kollégám például, volt kollégám, mm-hmm, aki gyakorlatilag tehát szinte karddal tűzzel harcolt az iPhone ellen, amíg nem kapott egyet. Embert. Amíg nem kapott egyet ingyen. Ennyi. Azóta az az Isten. Igen. Most nem tudok mit mondani, de nem azért, mert az Apple olyan jó. Hogy ilyen kapta? Van annál jobb? Van annál jobb? Nekem is ez olyan, mint a tech újságírói réteg, mikor kaptak Huawei-t. Oh, Jesus Christ. Vagy utána kaptak másik márkás telefont, és akkor az legjobb. Nem, mi a vége mindennek? Mi a vége mindennek? Mi a legvége? iPhone sose kapott még senki ingyen. Tehát egy szar. Egy fos. Ennyi. Ez pontosan így van. Na mindegy. Ez van. Meg hát komolyan mondom, hogy így csinálni. Érted? Így leszarni a sajtót, aki eladja a terméket. Nulla márka. Na mindegy, ez ilyen. Le van tolva, srácok. Mindenki olyan telefont használ, amilyet. Én például ugyanúgy tudok örülni egyébként. Ugyanúgy örültem az új Note-oknak. Hogyne. És egyébként szerintem alapvetően, aki mondjuk megveszi a... Mi volt abban a nagy? Note 20 Ultra? Aha. Aki például megveszi egy Note 20 Ultrát, én nem gondolom azt, hogy ez nem egy tudatos választás. Én sem. Az a telefon egy baszógép. Az. Alapvetően is bele se tudok kötni. Hát nem nagyon lehet. Ez tény. Érted? Tehát, hogy most így, miért kellene nekem utálni valakit azért, mert azt vesz? Nem, tényleg nem. Meg igen. Annyi sok jó választás van, és amúgy tényleg, aki arra vágyik, hogy a telefonja a csúcs, hogy is mondjam, a technológia csúcsát mutassa neki nap, mint nap, akkor az tényleg nem fogja megtalálni az iPhone-ok között. Nem. Ez tény. Nem. Tehát biztos, hogy nem. Tehát akkor kell egy androidos telefont keresni, és akkor ott tudja kielvezni a 120 Hz-es kijelzőt, meg minden ilyen dolgokat. Igen, de tudod, az igazság, hogy én úgy érzem, hogy ez az egész tech világ, tudod, amikor mennek ezek a megjelenések, szerintem ennek is vannak úgymond rajongói. Az időszaknak. Ja, persze, biztos. Érted? Biztos. Mint tudod, mint az autós fórumoknál. Tudod, hogy azon vitatkozik a Ladás a Seatossal, hogy jó lett az új Lamborghini. Érted? Igen. És akkor már nem ennek a vitába, hogy neki nem tetszik, mert sokkal, nagyobb motor kell volna berakni, nagyobb motor, ez így nem éri meg. Érted? De közben nagyon messze állnak a témától. Én így érzem, hogy egyébként nagyon sok diskurzus az interneten úgy alakul, érted, hogy nem vásárlók vitatkoznak azon, hogy érdemes-e megvenni. Ja, ez igaz. Nem tudom, hogy ez... Mondom, jobb lenne, hogy az egész helyzet nem lenne. Hát jobb. Ez a annyira felesleges 2020-ban azon veszekedni, hogy kinek milyen telefonja van, ki mit akar venni, igen, ki melyik operációs rendszert szereti. Hát annyi év eltelt, hát basszus, ennyi év alatt már kialakul az emberben. Ki? Megszokja a dolgokat. Értitek, nem az okostelefonok hajnalán vagyunk, hogy most jelent meg az iPhone, hanem
Már évek óta van. Jó, hogy hozzászokott valaki ahhoz, más meg az Androidhoz. Ez teljesen érthető egyébként. Ennyi. Na mindegy, ja. Mondom, ez úgy néz ki, hogy nem fog kiveszni, ez már a kultúra része. Ja. Ahogy mondtam, tehát hülyének lenni az. Már menő. Igen. Menő dolog hülyének lenni. Ez plazban is, ez igaz, hogy az egymással való verseny is viszi elő az innovációt. A gyártóknál. A gyártóknál, igen. De nem az embereknek kell egymással versengeni, semmit nem visz előre. Az, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy szar a másik. Igen. Az a baj, most érted, tényleg, tehát az, hogy most kurva anyáznak valakit, aki meg akar venni egy új terméket, olyan emberek, akik, érted, azon vitatkoznak, hogy egy deszkára felszegelt papírlap, amire ráírta, hogy operációs rendszer, az még mindig mindent tud, még tökéletesen működik, még mindig. Érted, hogy az vitatkozik azon, hogy most jó az, amit ő vesz, vagy nem. Ez nem viszi előre a technológiát. Pont az viszi előre a technológiát, hogy nagyon sok fasz a termék van. Én mondom még egyszer, tehát jelenleg látok rettentő sok variációt a jelenlegi csúcskészülékek körében, tehát a flagship fónoknál, amikre igenis úgy gondolom, hogy kurva jó választások. És hogy valaki, ha valaki innovációra vágyik, hogy Jani is mondta, és 120 Hz-et akar, meg USB-C-t, meg a kurva anya faszát, akkor ott vannak az opciók. Ja. Ott tudsz venni olyat, ami olyan. És baszó. Nem szar. Na nem, azt nem veszed meg. Nem. Attól lesz jobb a te szarod, hogy az Apple szar. Pontosan így van. Ja. Ja. Hát na. Ez van. Pörögjön a pokofon. De mondom, az meg, hogy az ára miatt megy a duma, azt meg tudomában sem értem. Én ezt mondom, én már ezt réges-rég elengedtem, mióta ilyen drágák az androidos telefonok. Igen, azok is nagyon-nagyon drágák, ez az egyik része, hogy iszonyatosan drágák az androidos telefonok is, tehát ott is megjött ez a prémium szegmens, mert képzeljétek el, látták azt, hogy vesznek ennyire az emberek telefont, úgyhogy akkor ők annyira egyek, azt is megveszik, és tényleg. És megveszik. Tehát ennyire egyszerű. Igen. Ugye ez egy nagyon érdekes marketing szöveg, ugye tudod, hogy amikor másodkézből adnak el dolgokat, akkor is tudod, beszokták, hogy Úristen, ennyire áruló, sose fogod eladni. Uh-huh. Egy termék mindig annyit ér, amennyit fizetnek érte. Én legalábbis ezt így tanultam. Igen. Ez amúgy teljesen jogos. Hát most az, hogy valaki kirak valamit, hogy mit tudom, hogy itt van, tessék, az alsógatyám eladó 20 000 forintért, érted? És megveszik, akkor hiába verte magát valaki ott a komment szekcióba, érted, hogy jó drága, bazd meg, hogy... Miért lenne túlárazva valami, amit megvesznek annyi pénzért? A túlárazott az az lenne, hogyha mit tudom én, hogy következő negyed évben kihoznák, hogy mit tudom én, visszaesett 95%-kal a, nem tudom, a Samsung S20 Ultra eladásoknak a száma, mert ennyi pénzt senki nem fizet érte. Hát én ilyen statisztikát még sose láttam. Hogy így az ára miatt valamit nem vettek volna meg. Igen. Na mindegy. Teljesen jogos. Igen, egyébként nagyon jó példa ez, amiről a múltkor beszélgettünk. Pontosan, ahogy írjátok. A múltkor beszélgettünk az ingatlan árakról. Az a durva, hogy olyan magasan vannak az ingatlan árak, hogy soha nem voltak még ilyen magasan, és bazd meg 3-4 hétnél tovább egy lakást nem hirdetnek. Nagyon brutális. Igen. És akkor mi? Na, várj egy kicsit. Tehát akkor most az igaz, hogy felmentek az ingatlan árak, de vajon drágák? Mi megbeszéltük, hogy igen. De akkor miért? Akkor miért mennek el ilyen gyorsan? Jó kérdés. Jó kérdés. De elmennek. Róla gyorsan elmennek. Ez tény. Igen. Az biztos, hogy az, hogy nagy drágaság van a világban, az szerintem tök igaz. Uh-huh. Az, amit már... Tehát most, ez nagyon rossz dolog egyébként, hogy ezt mondom. Tudom, mert én is komolyan mondom, néha bánom, hogy ilyen gondolataim vannak. De már 10 évvel ezelőtt is nagyon sokan mondták, meg tehát már akkor skandálták ezeket a dolgokat, hogy ugye nincs arányban a fizetés növekedése azzal, hogy mennyire drágulnak a dolgok. Uh-huh. Nekem az volt a véleményem akkor, hogy az emberek nem tudják, mit beszélnek. És az idő meghozta ezt a dolgot, uh-huh. hogy na most már úgy van. Hogy valóban az van, hogy nagyon nehéz lépést tartani. Érted? Uh-huh. Hogy megnézed az ingatlan árakat például, és te azt mondod, hogy mondjuk, mit tudom én, X pénzt keresni, az azért nem rossz fizetés. És így rájössz arra, hogy amúgy de. Mert bizony. Minden más annyira megdrágult. Igen. És most látszik nagyon jó, ahogy mondjuk 10 évvel ezelőtt mennyire hülyeséget beszéltek az emberek sok szinten. Akkor sem volt jó a helyzet, de most? Hát bizony. Egyszerűen elértéktelenedik a pénz. Na most őszintén.
Igen. Tök durva. Nem, de nagyon durván érezhető egyébként az, hogy mennyire megugrott. Tehát, hogy sokkal gyorsabban ugrottak az árak, akár okostelefon, akár bármilyen szinten, mint ahogy a fizetések nőnek. Ez tényleg? Mert nőnek, azt látjuk, hogy nőnek. Tehát látszik az igen, is, hogy nőnek. Igen, látjuk a Voltáról is műsorunk. Tehát látszik, hogy növekednek. Csak az a baj, érted, hogy hiába vigyorog a gyerek, hogy mondjuk egy 4 éves cikluson belül, mit tudom én, 150 ezer helyet keres 300-at, hogyha közben... Minden más drága. Ha közben a 17 milliós tócos kerti ingatlan 27. Pontosan. És így, amúgy ez így van. Tudod, mikor már lecipzároztad, meg letoltad. Ez az. Meg minden, hogy most igen. Megvan, már húzom a gumit, ízé, meg minden, és ég a nagy ajtó. Majd megint egy ezresért nyílik. Most megint lekonyul. Ó, basszak, a kurva élet. De szóval nem működik. Micsoda hasonlát. És ez nagyon durva, hogyha belegondoltok, hogy valóban így van. De amúgy igen, ez jó hogy, hasonlat. Tehát ez egy folyamat, amit lehet, hogy sokan megéreztek 10 évvel ezelőtt, hogy így lesz, csak már akkor mondogatták, mert hallották, hogy valaki írta valahol, amiről hallott valaki. De most egy kicsit jobban érezhető szerintem, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel az, hogy szerintem amúgy lehet, hogy most egy kicsit drasztikusabb, de akkor is érződött. Az előtti 10 évhez képest is, érted? Tehát nyilván, ez benne van. Nyilván. Ezzel teljesen egyet értek, de mondom, én nem emlékszem ilyen komoly árugrásokra. Érted? Hát igen. Mert nem arról beszélünk, hogy régen is minden drága volt. Igen, régen is minden drága volt. Oké. De hogyha belegondolsz a prémium szegmensnek az áraiba, hogy hogy alakultak, gondolj bele, nem is tudom, mondjuk most az iPhone-okról beszélünk. Uh-huh. Az iPhone 3G, 3G-es, 4-es, 5-es, 6-es, 7, 8, és a 10-nél kezdődött. 200 000 forint alatti telefonok voltak. Ja. És egyszer csak 4.30. Fuck you, bitch! Érted? Egyszer csak ugye emeltek egy nevet. Az jogos. Ugyanez a MacBook-oknál. Hány évig volt az meg? 360, 370, 420 ezer forint a 13-as MacBook Pro. Aztán 650. Touch bar! És így, igen, jó, az az igazság, hogy a 2010-es évek elején ugye kb. Kezdett helyreállni a világ. A válság után. Hát igen. Tehát az is benne volt, hogy akkor nem volt olyan intenzív ez a növekedés, a gazdasági fellendülés, vagy minden. Most már azért jó ideje nem volt ilyen nagy válság. Igen, de most mondom, nem arra feltétlenül azokról a dolgokról beszélek most, tudod, amik tudod, ilyen megjelenhetési szinten működnek. Uh-huh. Hanem tényleg a prémium cuccok, ja, amikor úgy érzed, tudod, hogy na most... Uh-huh. Most ez a it's my time. De akkor csak arra mondtam, hogy szerintem 2010-es év, tehát ez, ott, amikor elindult az egész okostelefon piac, nem mertek ilyen árakat ráírni. Értem. És ugye ehhez csatlakozott utána egy csomó másik gyártó is. Jó, oké, persze a telefonok nem a világ, és nagyon rossz példa, de alapvetően az autóknál is ezt láttuk, alapvetően a különböző elektronikai termékeknek a más szegmenseiben is ezt láttuk, hogy létezik a kategória, és van egy prémium, ami egyszer csak elszállt a picsába. Uh-huh. Érted? És úgy elszállt, mint a szar, pusztán azért lehet, hogy neked van igazad, hogy véget ért ez a válság rész, és ugye azt gondoltak, hogy na most már, akkor fizessél a köcsök, ha olyan jó megy. Érted? És, ja. És úgy látszik, hogy így követte le a világ többi része is. Érted? És ahogy látod, hogy amikor a kaját lendeled, látod, hogy nagyon megvan nyomva a ceruza, amikor elmész bevásárolni, nagyon megvan nyomva a ceruza, érted? Mert ha neked nem jó a Tesco-s ketchup, akkor nyúlj el a zsebedbe. Meg mit tudom én? Érted? Valamennyit változott. Hát igen, a kajárak is. Uff. Nagyon el vannak szállva. Igen, de igazából tudd, hogy ilyest helyzet van. Tehát kell, vagy nem? Még mindig ott tartunk. Igen. Hogy nem kell megvenni semmit. Érted? Ami prémium. Na most kell, vagy nem kell? Most már meg fogsz halni, ha nem lesz új iPhone-od? Van, aki igen, de most ez nem lényeges. De nyilván nem. És mondom még egyszer, én ezt nem a megélhetési szintre értem, ezt a problémát, hanem az, amikor úgy érzed, hogy jobban megy neked, és megpróbálsz jobban élni. Uh-huh. Akkor jön a teniszütő. Hát, azt tudti. Én legalábbis itt érzem ezt a vonalat. Mert én nem azt mondom, persze, megélhetési szinten is nagyon nagy problémák vannak. De hogyha az értékrended normális, és az életszínvonalad szerint élsz, vagy egy kicsit alatta, hogy spórolja, vagy minden, úgy nagyjából megoldható. De ez a boom, amiről beszélek, és hogy nem ér már annyit a pénz, ez akkor van, amikor mondjuk, mit tudom én, a diákmellód meg a kezdőfizetésed után így elkezdesz jobban keresni. És így, na, most. Akkor most egy kicsit növeljünk az életszínvonalon. No.
No. No. Akkor jön torokra, haver. Nem. Mm. Érted? Igen. Nem, most nagyon húzós. Ha az ember úgy akar élni, hogy tényleg ez a full premium minden izé, á. Igen, csak érted, eltudom. Más kérdés az, amikor belegondolom, hogy sokan mondják, jó, a hülye vagy, miért a telefonokat hozott fel, mert most minket az érdekelne, hogy gondoljatok bele. Annak idején a kibaszott minimálbérás fizunk volt, azt hiszem, mit tudom én, 120, 115, érted? Azt volt 170 az iPhone 5. Érted? Na, most mi van? Hát most durván. Most mennyit kap a minimálbéres fizu? 130-at? Annyit? Tessék. Legolcsóbb te vagy így. A mini. 300. Kicsit elmentek. Same bird. Igen. Same bird. Jaj, srácok, ne. Még egyszer nem megyünk bele abba, hogy nem tudják az emberek, hogy mennyi Magyarországon a minimálbér, oké? Okay? Nem megyünk bele még egyszer. Nem. Már egyszer belementünk. Atya nem. Úristen. Ez egy nagyon bonyolult téma. Úgyhogy ez van. Na mindegy, értitek, hogy miről beszélek? Tehát változik. Igen, brutális a különbség. Igen. De amúgy nagyon jó példa volt a mosógép is. Ott is vannak 800-es mosógépek, most is, meg 1 milliós. Hát vannak. Igen. Brutális. Hogyha valaki a full premiumot akarja nyomatni. Igen, változott a világ. Azt igen. Tudti. El kell fogadni azt, hogy ugye a premium termékek alapvetően azért normális, hogy jelen vannak, és azért normális, hogy megveszik az emberek, mert van egy réteg, akinek belefér. Értedek? Itt megint arra van szó, ami a legtöbb amúgy ilyen közép-kelet-európai vagy kelet-európai országban van. Érted? Hogy akinek van pénze, az is megveszi mindegy, mennyi ez a kurva okos telefon. Erre pofázunk. Hogy így most, Istenem, megvették 300-ért is, 400-ért is, 500-ért is, 600-ért is, a kibaszott Foldzét is megveszik, bazd meg, kettőt is megveszik 700-valahány ezer forintért. Ez van. Van ez a réteg. Van az a réteg, akinek a büdös kurva életben soha nem lesz. Érted? Ilyen telefon, igen. Mert nem engedheti meg magának, vagy nem is akar venni, mert nem is érdekli. A probléma nem ezzel van. A legtöbb közép-kelet-európai és kelet-európai országgal ott van a gond, ami közte van. Aki mint középréteg él, érted? És úgy gondolja, hogy így magasabb szinten van, de mégsem ott van. Ez az ilyen nagyon ilyen halvány réteg. Hogy most közelebb van a meleghez, de mégis távol. Uh-huh. Igen. Tehát a középréteggel volt mindig gond. Mert a tőlünk keletebben lévőkkel is ez a gond, meg a északabbra, meg a délebbre lévőkkel is. Nagyon vékony. Nagyon vékony a középréteg, ja. Pontosan azért, mert jobban keresek, mint az átlag. Van, aki sokkal jobban keres, mint az átlag, és mégis képtelen építeni egy házat, képtelen venni egy új autót, és képtelen venni egy prémium telefont. Oké, ki a faszt érdekel? Igazatok van. Csak mondom. Hogy baszhatja, és mit fog csinálni? Elveri a pénzét. Meg gyakorlatilag megszűnt a középréteg. Hát még nem szűnt meg, hogy megszűnt. De... Én csak azt mondom, hogy nem szűnt a középréteg, létezik a középréteg, csak nem tud szignifikáns dolgot kezdeni a pénzével. Érted? Ez tehát tudja inni a premium bort, el tud minden este menni, mit tudom én, a haverokkal, mert belefér a költségbe, tud venni minden nap, vagy minden hónapban magának két új pólót, meg egy gatyát, de hogyha valami szignifikáns lépésről van szó, ami meg is marad, meg minden, ugyanolyan nehéz helyzetben van, mint aki nagyon messze van tőle. Legalábbis én így látom. Uh-huh. De mondom, ez csak egy vélemény, és lássátok ti máshogy egyébként a dolgot. De mondom, én úgy érzem, tökre úgy érzem, hogy aki úgy érzi most Magyarországon, hogy tényleg jól keres, mit tudom én, tényleg sokat, 500 ezer forintot keres, érted? Hogy a kurva életben, az azért már mi lóvé, a rohadt életben, érted? Azért sok pénz. Hogy az is ott van, hogy hát igen, de hogy mi csinálják vele? Hogy érted, mit mondok? Tehát, hogy így oké, úgy élünk, mint a királyok, de nem. Nem. Hát, nem élsz úgy. Ez nem olyan. Ez szomorú egyébként, de ebben van valami. Az a baj, szomorú, de így van. Igen. Meg lehet belőle jól élni. Na jó, de amikor ilyeneket látsz, hogy premium PC gaming, meg a mit tudom én, érted? Tehát kiválasztod magadnak a hobbidat, érted? Akkor kiválasztasz magadnak, mit tudom én, egy amúgy tevékenységet, és most abban vagy, hogy Úgy érdekes. Igen. És mégis azt látjuk, ennek ellenére, hogy a kurva drága telefonok, a kurva drága autók, meg a kurva drága ingatlanok pörögnek, mint a szar. Mennek. És mennek. És ez a normális. Ennek tényleg, közben itt elrepül az iPad-em. Ennek tényleg az az egyik oka, hogy valószínűleg, amit írtatok is, hogy tényleg nagyon pörögnek a hitelek. De amúgy ez tényleg. Ez látszik. Nyilván. Nagyon sok hitel megy. A bankok szívesen adnak hitelt. Hát meglátjuk.
Reméljük, igen, hogy nem lesz az, mint 2007-ben, vagy mikor. Igen, igen, de remélem, nem értetek félre. Tehát gyakorlatilag a legfontosabb az, hogy mindenki realizálja a lehetőségeit az anyagi helyzetéhez képest, és akkor nem lesznek olyan dolgok, hogy elmész kurva anyázni, mit tudom én, a nem tudom milyen táskabolt mellé, hogy a kurva anyját annak, aki megvette, mert ugye ilyet csak az agyhalottak csinálnak. Érted? Hanem realizálod, és ahhoz állítod be az igényeidet. Uh-huh. Én csak azt mondom, hogy van egy réteg, aki úgy érzi az elmúlt 10 évet nézve, hogy na most elértem valahova, és na most jön majd az ilyen minden, és rájön arra, hogy egy csomó minden távolabb került, mint volt. Érdekes minden esetre. Ja. Amúgy ezért nagyon, amit mondtam is nektek egyszer egy happy hour, hogy ezért nagyon kicsit, nem kicsit, de rizikós gyűjteni. Igen. Mert az baj, hogy ahogy gyűjtesz, egyre kevesebbet ér a pénzed. Igen. Ez nagyon szomorú dolog, de ez tényleg így van. Igen, és ezért vannak sokan, akik belekerülnek ebbe a nem tudom most minek hívom, 22-es csodája, szűzifoszi munka, szélmalomharc, nem tudom, hogy ahhoz sosincs elég pénz, hogy valamit kezdjen vele, viszont annyira meg nem akar úgymond nyomorogva gyűjteni, hogy ügyelje az életét, és igazából mi lesz? Hát így elbassza a lóvét. Jó van, akkor, sajnos, igen, akkor elmegyünk inkább ide, megveszünk új szoknyát, meg az anyám picsáját, tudja, hogy mit, és akkor inkább élünk. És akkor feljön a kérdés, hogy ő csinálja rosszul. Igen, nem, most ezekre nem tudom a választ, ezekre a kérdésekre. Ez a baj, én sem. De most írtátok itt, hogy a befektetés a megoldás, de az meg rizikós. Szerintem mindkettő rizikós. Én megmondtam a múltkor már, mikor pénzügyekről beszéltünk, hogy én azért nem tudok ezt hozzászólni, mert olyan hülye vagyok hozzá, mint a seggem. Nem tudom, mit kell csinálni. Ja. De mondom, szerintem mindkettő rizikós ilyen szempontból. Mondjuk attól függ, mire gyűjtesz. Uh-huh. Szerintem fontos ezt jól átgondolni, hogy az ember mit csinálja. Főleg, hogyha egy ilyen nagyobb értékű dolog, vagy mondjuk egy házra. Értitek? Hát arra állandóan félrerakni, évről évre drágul az ingatlanpiac. Igen. Kevesebbet ér a pénzed. Igen. Nagyon nehéz dolog ez. Tényleg nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz. Igen. Tényleg egy szélmalomharc. Na mindegy, de ezt kell megértenetek, srácok, hogy nincsen értelme azokat támadni, akiknek több van, vagy mit tudom én, stb. Mert most soha nem tudhatjátok azt. Tehát elmondtam már ezerszer. Nem kell itt mindenki elégedjen meg azzal, amilyen van, meg elégedjen meg azzal, amit meg tud venni. Ha meglátod az iPhone-os köcsök gyereket az utcán, érted? Akkor soha nem tudod, hogy az apjától kapta, hitelre vették, úgy, hogy kenyérre sincs pénz, ez a 20., mert mindegyiket összetörte, vagy tech csatornás hülye gyerek, és azért van neki, mert muszáj csinálni belőle kibaszott tesztet. Sose tudhatod, hogy miért van neki. Persze, ne gyártsad azt a kibaszott álmodat, kibaszott fejedbe, hogy mindenki gazdag, csak én vagyok csóró, de találtam egy másik csóró gyereket, úgyhogy mi ketten szídjük a világ kurva anyját. Nem erről szól a világ. Soha nem fogod tudni megmondani. Ha valamelyik köcsög az utcán kurva pénzesnek akar tűnni, annak fog. Ha van neki, ha nincs. Ja. Egy kamu az egész. Egy lufi. Igen, de egyébként félre ne értsetek, tehát nem azt mondtam, hogy ne gyűjtsetek, Isten ments. Én sem azt mondtam. Sőt, ez egy nagyon jó dolog. Én csak azt mondom, hogy nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog. Azokra a dolgokra gyűjteni, amikre eddig is nehéz volt, arra még nehezebb gyűjteni. Arra legyen megtakarításod, hogy legyen karácsonyi ajándékod, arra, hogy mit tudom én, a megtakarítás egyébként nagyon fontos, arra, hogy összegyűjtsd egy nyaralásra, stb. Ezekre lehet gyűjteni, ezek reális célok. De az a baj, hogy házra gyűjteni 10 évvel ezelőtt is nevetséges dolog volt idézőjelben. Önerőre gyűjteni volt divat, mert ugye az elérhető pontosan, volt. Pontosan. Ma még nehezebb. Ennyit mondtunk. Igen. Nagyon úgy, nehéz. És még valami az előzőhöz kapcsolódva. Ha azt gondolod, hogy valaki attól valamilyen, hogy milyen telefonja van, te még hülyebb vagy, mint ő. Mert ő nem biztos, hogy elhiszi. Te viszont igen. Ja. Meg érdemes olyan emberekkel beszélgetni, akik így képben vannak, mondjuk így a kötvényekkel, meg ilyenekkel, igen, meg, hogy biztos. Hogy érdemes lekötni a pénzt, stb. Ezeket nagyon érdemes utána olvasni, mert az ember legalább azt pontosan ki tudja bekelni, amit itt írt Szíké is, hogy az inflációt. Hát legalább azt úgymond behozza neked egy kötvény vagy valami, úgyhogy ezeket érdemes átnézni mindenképp. Így van, én megmondom, mondjam el a saját példámat, én 3,5 évig gyűjtöttem megállás nélkül, mint egy hülye hitelre. Hát ez megy. És a gyűjtésemnek az lett az eredménye, hogy lett egy 20 éves hitelem. Összegyűjtöttem rá pénzt. De jó. Igen. Ugye milyen király? Kurva jó. Igen. Ez van.
Amúgy ez olyan szomorú vele gondolni, hogy tényleg ez van, igen. Gyűjtöd az önerőt, és utána beszopatod magad 20 évre, igen. Pereg az 50 négyzetméter, high life, tűzcipő, az iPhone, minden. High life. Ennyi. Hát igen. Az a baj, nem. Én úgy érzem, hogy nagyon sokan nem tudják értékelni ezt az életet, meg azt, amiük van. Persze, persze, persze. Én mondom, nem, tehát hányszor mondtam el már ebbe a kurva happy hour-ben, ne küzdjetek a rendszer ellen. Nincsen értelme küzdeni a rendszer ellen. A lehető legjobbat kell kihozni mindig az életből. Attól senkinek nem lesz jobb, főleg neked nem, hogyha folyton harcolsz ellene. Ja, azzal csak ez... megosztod a körülötted lévő embereket. Igen. Arra meg mi szükség van? Mi is olyan kevesen gondolják, hogy jó arc vagy, vagy hogy érdemes veled leülni egy sörre. És miért kell még kevesebből választani? Lehet, hogy valami iPhone-os, Xbox-os, vagy Windows-os, vagy Linux-os köcsög lenne a legjobb haverod. Te meg hozzá nem szólsz, mert megláttad. Hogy mekkora egy fos. Na. Hát igen. Jó, csak viccezek itt. Srácok, ma, igen, láttam, hogy több mindenki feltette a kérdést tegnap is, hogy tényleg amnézia lesz-e. Igen, amnézia lesz. Ugye több okból is, annak idején nagyon régen a hőskorban én nem vittem végig ezt a játékot. Egy, nagyon sokáig húztuk azért ezt a játékot, mert ugye nem volt VR, és abban az időben nem játszottunk a játékokkal. Kettő, azért nem folytattam, mert akkoriban azt hiszem, ez OpenGL-es game volt, és a felvevő program nagyon nem szerette ezt. Ja, ezt nem tudtuk fölvenni. Nem tudtuk normálisan fölvenni, csak ilyen szétbaszva, hogy azért nem folytattuk soha az amnéziát. Amúgy ezt nem vettünk fel ebből, vagy nem? Hát van fent két rész. Azért mondom, jaj. Csak kurva szopás igen, volt vágni. Igen, nagyon szívás volt. Csúszkált a hangja jobbra-balra, meg minden baja volt. Tényleg. Úgyhogy mivel, hogy jövő héten érkezik a Dark Descent folytatása, tehát a Machine for Pigs, az nem lesz, mert az egy spin-off rész. Ja. De mivel, hogy az Amnesia Rebirth, ami jövő héten érkezik, az a Dark Descent folytatása lesz, ezért végigvisszük a Dark Descentet. Nem hiszem, hogy megjelenéskor fogunk játszani a Rebirth-tel. Először befejezzük ezt. Igen. És aztán pörgetjük. Kíváncsi leszek, hogy milyen, meg azért sok év eltelt már azóta, remélem most már azért egy kicsivel könnyedebben fogom venni. Már nem olyan félelmetes. Reménykedjünk benne, hogy nem az. De az én fülesemben nem lesz hang. Csak nektek. Jó lesz. Csak nektek lesz hang. Szóval horror délután lesz ma. Gyakorlatilag ez igen. Ez a lényeg. Úgyhogy emiatt került erre a választás, mert láttam, hogy sokan nem látták benne a logikát. Ja, igen, hozzáfűzve. Igen, és a Dark Souls-okkal is azért játszunk, mert jön a Demon Souls. Egyébként nagyon köszi tegnap a rengeteg támogatást, látszok. Kurva aranyosak voltatok. Közös erővel, de befejeztük a Dark Souls 1-et, és egyébként egész jól haladtunk a 2 egy nagyon bosszantó részével. Úgyhogy nagyon köszi, mert együtt csináltuk. Úgyhogy állat volt. Úgyhogy haladunk tovább. Csütörtökön egytől megpróbálunk pontot tenni a 2 végére is, és hogyha annak is pontot teszünk a végére, a Dark Souls-ról beszélek, akkor nagyon boldog panda leszek, de nagyon. Ennyi. De nagyon. Na, ennyi. Srácok, legyetek jók! Egytől Amnesia The Dark Descent. Pontosan. Köszönjük szépen. Szevasztok. Láttad ezt? Ezt a gombot nyomtam, megnézd. Ezt. Aha. Jó, meg. És most alig értem hozzá, bazd meg, és működ.